Számtalan fajta virág nyílik Mercer György kertjében, egészen pontosan kertjeiben, mert hogy a Mözsi házat négy terület veszi körül, tel is tele szebbnél szebb növényekkel, kerti tavakkal, bennük az élet különböző formáival. Bár a gazda, Mercer György együtt élt a vonatokkal gyerekként, azt meséli, az ágyától 20 méterre ment el a sín, és mindent ismert a vasútról, a virágok jobban érdekelték, mint a gőzösök. Így lett kertész. A kertje ma is rejteget olyan növényt, mely az ifjú korára emlékezteti. Ennek az eredetie való kurról az erdőben, egy gimnazista voltam 63-tól, vagy 63-ig, 59-től 63-ig, akkor gyűjtöttem valamelyik évben, ott az erdőben, és mindig hurcoltuk hol ide, hol oda, aztán itt kötött ki, még a házépítés előtt. Apropó házépítés. Előbb volt kész a kert, mint a ház, amit a köművesek és egyéb szakmunkát végzők nem vettek szívesen, hiszen a virágok és apró növények között kellett vigyázva házat építeni. Bár Mencer György nem szereti ezt hallani, azért benne mégis olyan érzéseket keltett ez a kert, mintha egy arborétumban sétálgatnék. Anyukámnak nagyon sok virágja volt, nagyon vallásos volt, és hát a templomot díszíteni, termesztett mindig féle virágot. Komáromban már annak idején onnan költöztünk 51-be Paksra, ott is ugyanazt csinált, ott is nagy kertünk volt, és csupa virág volt. Aztán 56-ba Paksról Kurra mentünk ott is. Csupa virág volt, napgámasítás volt, és hát annak idején úgy helyezték őket, mert a katonákat vezényelték őket. 56-ban megszűnt ez a vezénylés, és akkor utána ott maradtunk. És a Pakson is, meg Kurton is erdő mellett laktunk. Hát amikor volt időm, akkor az erdőben mászkáltam, sok növényem van onnan. Mindig áttervezem ezt a kertet, kertész lévén így alakítom ki, meséli. Többször át lett alakítva. Mondom, először gyümölcsfák voltak, gyümölcsfák szőlő fólia volt benne, viszont én csináltam egy pár évig. Utána megint meg lett tervezve, átalakítva, aztán ott még egyszer át lett alakítva. Amikor akarták adni a szomszéd kertet, akkor onnan megint át kellett hordani, mint akkor megint meg át kellett tervezni a félkertet. Na, az nem probléma, mert egy este. El lehet dönteni, hogy mit hova ültessek, és másnap akkor már lehet ültetni a növényt. Van egy pár növény, amit nem hoznék be most már a házban, mint például a bambuszt még ettől nem hoznám be. Hát arra törekszek, hogy minden terület legyen takarva, minél kevesebb munka legyen. Több olyan része is van a területnek, mely éli a maga életét. Évekig nem kell hozzányúlni. Miközben beszélgetünk, rövid botanikai továbbképzésen is átesünk, kiderül a nőszíromnak megszámlálhatatlanul sok fajtája van, és hogy könnyen keverednek a különböző fajták. Hogy úgy is lehet ültetni, hogy egymás alatt többféle növény éljen meg, és hogy a hóvirágnak nyáron is szüksége van vízre. Csak azért szerettem volna ilyen kertet csinálni, hogy ne kéne elmennem Isten háton mögé szép növényt látni, vagy szép kertet. Én azért rá vagyok szorítva, hogy néha elmenjek, mert ezen a talajon sok igazán szép növényt nem lehet megtartani. A legszebb távol-keleti növényeket például a hortenziát, a japán juhart, a liliumfát, meg ilyen mészérzékeny növényeket egyszerűen nem lehet megtartani, mert ez a talaj löszös, mezőgazdasági növényeknek nagyon jó az a föld, de
ilyen finnyásak levények már az ajtóban, amikor behozom őket, már elszáradnak, nem, hogy elültessem őket. A kedvenc virága az írisz. Az együttettem már a 80-as évek elejétől. Volt egy legény, aki hozott be annak idején Amerikában, de utána többen is hoztak, és akkor meghirdették a kertészetszülőszetben, apró hirdetésben, és akkor összeszedtem jó néhányat, sok helyről, az országban azért sokan foglalkoztak már vele, gyűjtögették, nagyon sok fajtája van meg. Ön is foglalkozik vele? Nem. Nem, én azt mondtam annak idején mindjárt, hogy a nemesítők jobban tudják, hogy mit akarnak elérni. Én nem kilódok 4-5 évig azért, hogy utána kidobjam a nevén, mert nem sikerült a keresztezés. Nagyon könnyű újfajtát előállítani belőle, viszonylag könnyű. Csak hát 4-5 év, elég nagy hely kell hozzá. A szakértelem túl sok nem kell hozzá, mert könnyű összeporozni. Magát könnyű elvetni, könnyen ül a növény. Csak hát idő kell hozzá, amire virágozik, és akkor nem jól sikerült a keresztet, és akkor fogom, akkor nem tudsz ki kell dobni, mert hát azért csúnya növényt szaporítgatni, vagy tartogatni. Még így a vásárolt növényekből is nagyon sokat ki kell dobni. Hát most egy 1000 négyzetmétert megmenekültem, mert a két szomszédnak az udvarát most megvették, és most majd gondozzák, de ezen kívül van 6000 négyzetméter körül, meg még kéne előttünk az a nagy fű. Hát egyedül csinálom, mert hát a feleségem az, annak van éppen elég dolga. Amikor egy szép világ néhány év után kinyílik, azért az valami örömet az embernek, még hogyha nem is az igazi öröm. De a legnagyobb öröm az, amikor jönnek a kisunokák, és akkor van élet a kertben, hétvégén. Ezt a kertet már nem nagyon akarom átformálni, elnyelte végleges formáját, mondja. Éves vagyok, azért nagyon alakítgatni nem akarok. De azt mondom, addig fűen van, addig a virágnak mindig van helye. Még tavaly itt is volt egy nagy darab fű, azt is beütöttem tavaly virággal. Mert az szép, de az külön gond. Ha tetszik, ha nem, ha beteg vagyok, hanem azt le kell nyírni, hogy normális legyen. A gazda különösebben nem törődök, mert olyan szép, amikor csupa százszor szép. A májba szoktak jönni ezek az országlátóból, innen, onnan, nőszirmot nézni, és azok csodálkoztak, hogy ők mit kilódnak a fűvel, a tiszta legyen nálam, meg milyen szép, hogy gondozatlan az a rengeteg kis picike, kis százszor szépen. Egyszerűen arra ma nem is érnék rá, pedig egyszerűen rendben lehetne tartani gyomírtóval, fűvet könnyű gyomírtózni, de nem visz rá a lelkismeret, hogy esetleg másik neményt is tönkretegyek, mert azért a fű alatt más neménynek is ott van a gyökere. Még nem nőtt túl az erőmön a rendben tartás, úgyhogy élvezem a sok munka ellenére is. Öröm látni, ahogy tavasztól ősz végéig mindig megjelenik egy új virág, és ez újabb lökést ad a gondoskodáshoz. Mercer György pedig elmondhatja, hogy életét annak áldozta, amit legjobban szeret, a kertnek és a virágoknak.